Nem a szervezettel van baj, csak a kisúj fáj. Ezt mondta a Hoffmann Rózsa a Kulturális Bizottság ülésén, ahol meghallgatták a Herman Otto gimnázium igazgatóját. A volt oktatási államtitkár szerint nincs nagy gond, csak a sajtó nagyítja fel az ügyeket. Hiller István azonban a klik megszüntetését javasolja. A gimnázium igazgatója pedig azt mondta, nem akarnak kormányokat dönteni, csak azt szeretnék, ha végre megoldódnának a problémák. Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy meghallgatnak bennünket. Ezzel kezdte a bizottsági meghallgatását a Herman Otto gimnázium igazgatója. Madarász Péter elmondta, több helyen is jelezték, baj van, de sehol nem kaptak igazi választ az általuk felvetett problémákra. Nem szeretnénk mi rendszereket megbuktatni, bár ezt lehetne definiálni, hogy most milyen rendszerről beszélünk. Egyszerűen javítani szeretnénk valamit, amit úgy látunk, hogy most nem jól működik, bár a javítás irányába indul, és azt kommunikáljuk. Madarász Péter hozzátette, azt szeretné, ha a magyar oktatás ügye a pártpolitikán felülálló nemzeti ügy lenne. A kormányzat részéről először Cunyiné Bertalan Judit, majd Palkovics László ismertette a kerekasztalon elhangzottakat. Érdemes lenne egy picit azért kibővíteni. A képviselői hozzászólások sorát az Együtt politikusa Szabó Szabolcs kezdte, aki szerint a szakmai szervezetek mellett a pártok szakértőinek is részt kellene venniük az oktatási kerekasztalon. A kormánypárti képviselők szerint jó irányba halad az oktatás ügye, a korábbi államtitkár Hoffmann Rózsa azonban ennél messzebb ment. Ismervén a helyzetet, azért a baj korán sem volt ekkora, mint hogy olyan jajgatásoknak legyünk szemtanúi, mint amelyeket a sajtó az elmúlt időben közvetített. Hoffmann Rózsa hosszan sorolta a Herman Otto gimnázium tanárainak levelével szembeni érveit. Szeretnék, ha az igazgató újra főnök lenne. Én nem tudom, igazgató úr maga nem érzi magát főnöknek a maga gimnáziumában? Hiller István szerint rendszer szintű problémák vannak az oktatásban. Azt javaslom önöknek, hogy szüntessék meg a klikket. Azt javaslom, hogy számolják fel intézményesen mindazt, ami maga a probléma. A bizottság jobbikos elnöke Dúró Dóra azt kérdezte, hogy eddig miért nem kereste senki a nemzeti konszenzust az oktatás ügyben. Itt ezer sebből vérzik az oktatás. És most, hogy már ezer sebből vérzik, és mindenki látja, hogy ezer sebből vérzik, most már akkor hajlandók meghallani akár a Herman Otto gimnázium szavát, akár a többi pedagógus szervezet és intézmény szavát. A meghallgatás végén Palkovics László válaszolt a kérdésekre, kijelentette, át fogják tekinteni a klik hibáit és megoldást találnak rájuk. A Herman Otto gimnázium igazgatója is felelt Hoffmann Rózsa kérdésére, kijelentette, főnöknek érzi magát, ugyanakkor a szakmai autonómiája nem tud érvényesülni, mert még a legapróbb szükséges eszközt sem képes beszerezni.